fontos. Az egyik, hogy gondolom, hogy egyik nevében köszönjük a két úrnak a szervezést, már a konferenció szervezését. A másik pedig nagyon röviden, hogy misire emlékezve sok minden eszembe jut. Nagyon-nagyon sok minden. Ebből kettőt említenék. Az egyik, hogy az elmúlt 60 évben senki nem nevezett úgy, hogy Pistán. Pista volt. Pisti volt, István volt, és István. De Pistán nem. Ez az egyik. A másik pedig szintén nem szakmai. Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt a Nemzetközi Politikatudományi Társaság politikai szocializációs szakosztályának volt konferenciája Pesten a Fönn a Várban. Gondolom mindenki ismeri, vagy tudja, hogy kire gondolok. Egy úr, aki valamikor foglalkozott politikai szocializációval, kancellária miniszterként dolgozott. És érintett volt az összejövetelbe, de nem tudott eljönni. Ennek ellenére adott egy fogadást az akadémián. Megint csak nem mondom, de valószínű sokan kitalálják. Egy viszonylag kiválóan kellemes szociálpszichológus azt mondta, három álltunk egymás mellett, kérem, hogy menjünk, és kizabáljuk a vagyonába. Erre hogy reflektált Misi? Ez egy igazi politikai szocializációs döntés. Szóval, aki ismerte, az tudja, hogy elképesztően izgalmas volt ez a oldal. És még nagyon sok minden más. Még mindig a bevezetőnél tartva ezek a bizonyos iskolai adatfelvételek azért voltak fantasztikusan érdekesek, mert egyrészt tekintettünk, másrészt meg a keleti várvidék, Végvár, tehát és több kiváló szakdolgozat és hasonló született ebből az összehangolt közös munkából. Fölhívnám a figyelmet, hogy a legutolsó adatfelvételből, amely Debrecen, Budapest, Szombathely városokban készült, legjobb tudomásom szerint az a durva draftos anyag született, amit én írtam az edukációba. Még nagyon sok forrajokat így szerkesztettek számon. Nagyon sok van még abban a adatbázisban. Ha érdeklődő van, a laptopon itt van, lehet használni. Jó. Elmondott már korábban több előadásban is, hogy a demokráció, illetve maga a demokratizmus, mint olyan demokrata fiatalokat meglehetősen központi helyet foglalt el Misi érdeklődésében, illetve Misi munkájában. Erről szeretnék beszélni én is, azzal a némi változtatással, hogy a leadott címben radikális fiatalok szerepeltek. Vannak még radikális fiatalok, csak én elkezdtem a My Place-hez kapcsolódva, mint egy folytatásként újra felvételt készíteni ezekről a
léptünk, sikerült. Tovább, először egy fél mondat, hogy a survey kutatásoknál a politikai szocializációra vonatkozó politikai szocializációs kutatás, ami survey metodikával készült, nagyon sok helyen szerepel a demokrácia értelmezés. Nem olvasnám föl ezeket a publikációkat, de még kb. 4-5 ilyen publikációs sort említhetnék. Ha jobban, a kelleténél jobban belegondolunk, a legtöbb esetben ezek a mérések, már szőrmérések, ezek valamilyen itemekkel, valamilyen előre konstruált demokrácia, mint olyan jelentéstartalommal készültek. Ami nem baj, viszont amit én hiányoltam, az nem szerepel. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy jelentés tartalmat, illetve ismeretet, de főként ez utóbbit jelentés tartalmat úgy kellene vizsgálni, hogy mi az, amit a fiatalság fejében indukálódik, magyarul mindenféle előzetes koncepció, vagy előzetes demokrácia felfogás nélkül. És elővettem azt a bizonyos adott felvételt, amiről már Domi beszélt, ez a My Place vizsgálat volt. Azért érdekes talán, mert a Sopron és Olt, ez a két városnak a kiválasztása, ez nem csak, hogy ugyanazon elemszámú valószínűségi mintával, hanem nagyon erőteljesen előny, ha hátrány típusú kettősséggel történt. Ez az előny-hátrány, ez nem csak ugye, differenciált társadalmi gazdasági egyenlőtlenségekre, ez iskolai környezetre, ez szubkulturális környezet jellemzőkre, és még sorolhatnám, de a leginkább izgalmas ugye az, hogy hogyan lehet, milyen kontextusban vannak a vizsgálatnak a alapkérdései, tehát populizmus, szélsőjobb, kisebbségi attitűdök, iránti attitűdök. A módszer, amit kiválasztottam, hogy erre a bizonyos jelentés tartalom feltárására alkalmas, ez Szergő Moszkovicsinek a szociális reprezentációra vonatkozó elmélete. Mellett azért hangsúlyoznám, ő találta ki 61-ben ezt az elméletet, de azért ha valaki szeretne elmélyülni, akkor László Jánosnak az életművel erről szól pár hazai kutatóként, gyakorlatilag mindent meg lehet tudni az eredeti elméletről. Itt a megközelítésről csupán csak annyit, hogy az individuális reprezentáció, illetve a Dürkheimi kollektív reprezentáció közötti terénum, amit a csoporthoz kötött, csoportszintű szociális reprezentációként fogalmazott meg Moszkovicsi, és talán az első meghatározás a számomra a legizgalmasabb, leginkább kifejező, ez a bizonyos közös jelentések konszenzuális világa, amiben a csoportok kommunikálnak és interakcióban vannak. Tehát egy interakciós kommunikációs folyamatban kialakult csoporthoz kötött és közös, azaz konszenzuális világnak, vagy fogalom értelmezésnek, vagy interpretálásnak a kialakulása. Ez talán ez a legfontosabb lényeg, és ami még inkább kiemelhető, hogy kollektív és szociális norma tartalom
érték és tudás, ami kifejeződik, vagy koncertálta jelen van. Még sokat beszélhetnék erről, ha valaki akarja, visszatérek rá, de lépjünk előre. A szociális reprezentáció mérése elég sok módon történhet, de talán az egyik legizgalmasabb és leginkább lebonyolítható és leginkább időhöz és energiához kötött az a Central Business Theory, azaz a MAG modell, központi MAG modell, ez asszociációs kérdésekre adott válaszoknak a válaszokon alapul, és azzal a feltételezéssel, ami gyakorlatilag én úgy gondolom nem is igen elvetendő feltételezés, hogy a fogalomra vonatkozó kogníciós tartalmat, központi tartalmat két tulajdonság sűríti vagy fejezi ki, egy mennyiségi és egy minőségi. Itt, ami fontos, hogy az elgondolásban ez abból indul ki, hogy vannak centrális tartalmak, illetve vannak perifériális tartalmak, amelyeket meg lehet közelíteni ez a bizonyos asszociatív metodikával, és egyszerre működik, illetve egyszerre képezi le az asszociatív technikának a használata, a kvantitatív, illetve a kvalitatív jellemzőket, vagy nevezzük úgy, hogy ugyanakkor metodikát is. Az alapja ennek a megközelítésnek a gyakoriság, illetve az egyes elemek közötti kapcsolat. Ha a gyakoriságot úgy próbáljuk megragadni, hogy egy adott fogalomra vetített asszociáció, vagy zárójelve tulajdonság milyen gyakran fordul elő, akkor véletlenül az fontos lesz. Ha ez minél előbb történik az asszociáció, minél gyorsabb, minél reflexzebb, akkor is szintén úgy tűnik, hogy legalábbis ezt mondjuk más típusú vizsgálatok igazolják, hogy szintén a fontosabb tulajdonságot, illetve fontosabb kogníció elemet jelzi. Éppen ezért a három asszociációs kérdéssel történő empirikus vizsgálat rémegyszerű. Meg kell kérdezni, hogy mi jut eszedbe elsőként, ha ezt a szót hallod, hát ennyi a demokrácia érdekel, mi jut eszedbe azt hallod, hogy demokrácia. Elsőként, másodikként, harmadikként. Az utána következő munka az egy szemantikai kategóriának a képzése. De ne felejtsük el, hogy egyik-másik mintánál is 600 válaszadónak a válaszait kellett szemantikai értelemben kategóriába besorolni. A két kritérium, amit ugye az előbb említettem, az előfordulási gyakoriság, illetve a felidézési sorrend, az jelentette a következő elemzési lépést, azaz a képzett kategóriának milyen gyorsan történt az idő felidézése, illetve hányszor történt a felidézés. Azt, hogy milyen gyorsan történt, ezt viszonylag egyszerűen lehetett, 1-es, 2-es, 3-as súlyt kapott. Az 1-es a leggyorsabb, 2-es a második, 3-as a harmadik. A gyakoriság az viszonylag egyértelmű, 10-es számrendszerben 1, 2, 3, 4 és 6. A kategóriáknak a csoportosítása, illetve a gyakorisági és felidézési sorrend alapján 4 csoportot lehetett
képezni, illetve tudtunk képezni. Az első csoport szelíd egyszerűséggel az a központ. Ott az átlag feletti a gyakoriság és átlag alatti a felidézésnek a sorrendje. A jobb alsó negyedik csoport az, ami a full periféria. Tehát az, ami a legkevésbé kapcsolódik a központi maghoz, és elég erős valószínűséggel perifériális helyzetű. Miért? Azért, mert a gyakorisága átlag alatti, illetve átlag feletti a felidézési sorrendje. Tehát ez viszonylag logikus. A második, harmadik csoport izgalmasabb a szempontból, hogy ez a bizonyos is-is. Valamennyire kapcsolódnak a központi maghoz, de mégiscsak inkább perifériális helyzet. Ennek tükrében a vizsgálat vagy az elemzésemben a következő kategóriákhoz, asszociációs kategóriák voltak: akarat, többség, közösség, jog, szabadság, pozitív jelentéstartalom, vagy az ebben az a konnotáció, negatív, konszenzus, politika, egyenlőség, és volt egy nem létezik. Hát kifejezetten olyan válaszok voltak, amelyek a létezés hiányra utaltak. Ha az említéseket, illetve a rangsorokat nézzük, már itt bizonyos tendenciára következtethető, de sokkal plastikusabb, illetve egyértelműbb a következő tábla, amelyből az előbb említett csoportosításnak megfelelően az 1-es, 2-es, 3-as és a 4-es csoportot lehetett képezni. Azaz az első csoport, ugye az a központi mag, ott a szabadság, a negatív konnotáció, a politika és az egyenlőség szerepel. A második csoport, az egyik átmeneti csoport, az a nem létezik. A harmadik csoport, amely szintén egy átmeneti csoport, tehát van perifériális pozíció, illetve némi kötődés, vagy gyakoriság is, ott az akarat, többség, közösség, jog, konszenzus, pozitív konnotáció szerepel. A negyedik csoport, amely úgy tűnik, mintha a második csoporttal azonos lenne, de nem, mert a második csoport az nem létezik. A negyedik csoport pedig nincs válasz. Tehát gyakorlatilag egy válasz sem volt arra, hogy teljes mértékben majdnem egyértelműen perifériális helyzetben lévő asszociációs kategória. Na most nézzük a csoportokat, hogyan lehetne jellemezni. Lehet, hogy eléggé el nem ítélhető módon én antiliberálisnak neveztem az első csoportot. Miért? Azért, mert véleményem szerint egy kicsit ellentmondásos, de mégiscsak értelmezhető. A szabadság, egyenlőség az nálam lehet, hogy eléggé el nem ítélhető módon, és manapság még meg is büntetnének érte. Ez pozitív tartalommal bír. Ehhez viszonyítva a negatív konnotáció, és hát ugye azt tudjuk, hogy ebben a korosztályban is többségében negatív ítélettel bíró politika szerepelt még. Tehát itt van legalábbis én úgy gondolom egyfajta antiliberális tartalom, amelyben rejtőzik egy picurka ellentmondás is. A következő csoportot, vagy a következő asszociációs kategóriát, csoportot én fikciónak neveztem el, hiszen ott a nem létezik asszociáció fordult elő gyakorlatilag csak.
harmadik csoport, ugye, hogyha visszalépünk, akarat, többség, közösség, jog, konszenzus, pozitív konnotáció. Ezt aránylag jó volt elnevezni, és aránylag jó interpretálható, hiszen itt jogi elemek, hiszen itt joggal kapcsolatos asszociációk, társas motivációnak a leképezése, többségi kifejezések, tehát közösséget preferáló válaszok, illetve pozitív konnotáció, illetve a konfrontációs elkerülés, konszenzus szerepe. Itt ezt elneveztem közjognak, és végül a negyedik csoport az hiánynak. Ugyanis ott gyakorlatilag egyetlen asszociáció sem szerepel. Az adatokat megnézzük a teljes mintára, Ózra és Sopronra vetítve, oszlop százalékban, ezt hangsúlyoznám, akkor a következőt lehet látni, hogy akár a teljes, akár Ózdon, akár Sopronban a Pálmát az értékelhető, tehát most a hiánytól eltekintünk, akkor a Pálmát az antiliberális csoportnak a eloszlása viszi. Hát ez ugye 30, Ózdon 39-16, Sopronban 35-12-19 százalékról van szó. De a legnagyobb mértékben mindkettőnél, és ugye a teljes mintánál is a hiány szerepel. 45-34, illetve 39. Na most egyedül egy helyütt van szignifikáns eltérés a Ózd és Sopron között, de az antiliberális csoportnál, ugyanis Sopronban nagyobb ez a hiány. Na most, ami első látásra úgy tűnik, hogy igaz mindkét városnál, illetve a teljes mintára is, amit a végén írtam, itt a szláv végén, hogy a leginkább negatív és elutasító viszonyítása meghatározó a demokráciát tekintve. Ez nem valami új eredmény, a közben korábbi kutatásoknál is így volt, tehát egy negatív viszonyulás. Lépjünk tovább. A reprezentációs magnak az elosztását azt már említettem, a szignifikáns és alacsonyabb arányt azt említettem. Itt egy arányt, vagy magyarázatot adhatunk, ugye, és ezt igazolták a fél struktúrált interjúk is, hogy a frusztráltnak nevezhető fiatalok körében nagyobb volt az antiliberális ideológia jelenléte. És akkor itt jön a nem is a tenkes kapitánya, de Síp Domokos. Ugyanis az ő ötlete volt, nagyon jó ötlet, hogy mi lehet emögött, bár pontosabban amögött, hogy ez a bizonyos frusztráció, amely nagyobb antiliberális eredmények párosul, az amögött mi lehet. És én nagyon jól emlékszem, te is emlékszel biztos, hogy törtük az összes fejünket, hogy hát ez olyan, miért frusztráltabbak a soproniak, mint a ózdiak. És valami elképesztő leleménnyel adtad meg a választ, amit mi azonban elfogadtunk, és természetesen kisajátítottunk. Arról van szó, ugye, hogy a határmenti viszonyítás Ózdon ott van pár éve, illetve az ilyen fejleszobák régió. Sopron mellett, nem tudom, hogy egy osztrák határozódik, illetve a viszonyítás szempontjából, és az interjúk ezt igazolták, egy soproni vagy sopron környéki fiatalnak
lehetősége arra, hogy valamilyen módon osztrákká váljon lakásról, nősüljön, tanuljon, és így tovább. Hát tart a nullához. Az, hogy átmegy és rendesen kizsákmányolják meg magát, az egy másik történet. Most ez óvatatlanul generál egyfajta frusztráció. Maga körül mit lát, családban, rokonságban, és most nem általánosítod, de a tendencia mindenképpen ez. Ezzel szemben Ózdon, ahol 60%-os a roma arány, ott pedig nagyon furcsán cseng, van egyfajta nyugalmas beletörődés a sorsba. És emlékszem, amikor motivációként, mit is, Tesco jegyeket használtunk, az az öröm az nem a Tesco jegynek szól, hanem annak a pillanatnyi, nevezzük így, hogy biztonság. És nem kell több. Külön vizsgálati feladat, de úgy gondolom, illetve hát az interjúk ezt tudták, hogy emögött ezt a magyarázatot érdemes. Még egy körről szeretnék beszélni, ami nagyon fontos, és még ez is tovább dolgozható, tovább lehet rajta dolgozni, hogy ezek a szociális reprezentációs eredményeknek milyen a kapcsolata a politikai közéleti aktivitással jellegzően. Rengeteg változó volt, nagyon-nagyon sok ebben a kutatásban, amelyből lehetett dolgozni, és ugye három lépésben történt a elemzés első fázisa. Tartalmi szempontból összevethető változókból indexek, skálák képzése. Ezt követően ugye, amit csináltam, hogy elkülönítettem azokat, mert nagyon sok volt így is, azokat az indexeket, illetve skálákat, változókat, amelyeknek a reprezentációs, asszociációs kategóriákkal szignifikáns a kapcsolata. És végül ezeket a bizonyos asszociációs kategóriákat az átlagostól eltérő szignifikáns kapcsolatokkal jellemezte. Ez elég furcsának tűnik, és zavarosnak így, de működött. Az eredmények a következők voltak, hogy a szociális reprezentációban, ugye, mint mondtuk, központi szerepet játszik a kor, és ebben az antiliberális asszociációs típusnál azok támogatják, vagy azokra jellemző leginkább, azokra a fiatalokra, akik közéleti, politikai kérdésekről iránt az átlagosnál inkább jobban érdeklődnek, illetve inkább a magasan iskolázottak, és a nacionalista ideológiát szintén az átlagnál jobban preferálják. A családi háttér szinte minden tekintetben az átlagosnál kedvező ennél a csoportnál. Világon nyitottabb, érdeklődő, és hát minden szempontból, ami egzisztenciát, kulturális tőkét jelent magasabb szintekkel jellemezhető. A fikció típus szintén a magasan iskolázottak, történelem, mint olyan jelen és múlt történetén, történelmén iránt átlagosnál inkább érdeklődő, és náluk is az előny, családi háttérnek az előnye az, ami érvényes. A közjog a
asszociációs kategória, amelyek politika iránt intenzívebben érdeklődnek. Tehát és kedvezőbb a hátterük is, családi háttér is. Na most jön a liberós, illetve a furcsa eredmény, hogy a hiány asszociációs kategória, alacsony egzisztenciájú családi háttér, alacsony képzettségi szint, és ehhez még egy picivel magasabb etnikai kisebbségi arány párosul. Tehát hiány. Ahol gyakorlatilag nem volt reagálás a demokrácia, mint olyan hívószóra. Tehát nem asszociáltak. És én ezt tartom még kiemelten fontosnak, hogy egyértelműen, kiemelkedően a legnagyobb számosságú csoport. Ez utóbbi. Éppen emiatt zártam ezzel a gondolattal az előadást, vagy zárnám, amit korábban egy kollégával írtunk, tanulmán, és ez sajnos úgy tűnik, hogy ez a kutatás megerősítette. Egy politikai rendszer fennmaradásának esélyei nem túl jó akkor, ha a politikai rendszer alapvető minőségét, egyes vélemények szerint lényegét, meghatározó érték jelentőségét a leendő választópolgárai fel sem ismer. Itt a hiány. Tehát akik és nagyon nagy számban gyakorlatilag nem reagáltak arra, hogy számukra, ugyanis ebben benne van számukra, semmi nem jelent, nem tud reagálni arra, semmit nem fejez ki a demokrácia. Éppen ezért az, hogy politikai rendszernek a megítéléséről beszélhessünk, ahhoz azt a bizonyos minimumot, nem ismeretről van szó, nem politikatudományi definíciókról van szó, hanem egyáltalán egy állásfoglalásról, egyáltalán egy reflexről, egyáltalán egy elhelyezem valahova ezt a fogalmat. Ugyanis az asszociáció az nem definitív. És ezt én mindenképpen elmondottatónak tartom, ami bizonyára érdekes lesz még, remélhetőleg a közeli jövőben, hogy ezeket a összes reprezentáció alapján lebonyolított elemzéseket a MISI vezette vizsgálatok, mert ugyanis tényleg nagy kedvence volt MISI-nek a demokrácia, demokrácián való viszony, illetve a demokrácia tartalmának a vizsgálata, azzal izgalmas lesz a vizsgálat. Bízom benne, és ez lényegében itt meg van anyag, még van más kis, más szociális reprezentációs vizsgálatok, megvannak a survey vizsgálati eredmények, idő kell, így nagyon röviden ennyit. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Pista. Akkor kérdések számára. Akkor két apró kérdés, az egyik teljesen, mi a kettő tulajdonképpen a módszert? Az egyik, hogy lehet, hogy nem értettem valami világosan, hogy volt az első harmadában a Smiley-sónak egy olyan távlata, bocsánat a kifejezésért, a hiasornak. Igen. Által alatt, illetve által feletti felidézési sorrend, ez alatt mit kell érteni? A felidézési sorrend által alatt, vagy által feletti a tényes mintát jellemezte, véletlenül az időnek az összes hiányában nem írtam, de el tudom mesélni. Igen, itt kezdődik, igen.
Igen, igen. Ez a következőt jelenti, hogy igen, itt van, bocsánat. Az említések összességét, bocsánat, az említések darabszáma, azaz, hogy akaratot 70-szer említették, a többséget 8-szor, a közösséget 50-szer, szabadságot 102-szer, és így tovább. Ezt valami elképesztő leleménnyel összeadtam, és elosztottam a elemszámmal. És így jött elő a 78-as átlag. Ez egy arány. És a... Kevesebb az szükség. Oké, én voltam sükkert, nem hangsúlyoztam ki. Igen. Teljesen jogosan. Jogosan két pont, egy negróval tudnám mondani. És akkor még egy fél mondat, hogy a felidézésnél hasonló a logika, ott is gyakorlatilag a rangsort vettem figyelembe, először minden egyes asszociációnál. Ugye például nézzük a többséget, 0,008, az azt jelenti, ugye, hogy a többséghez rendel 1, 2, 3, tehát ez a három érték, ez az előfordulások arányában hozzárendelve az átlaga 0,008. Ez mit akar? Ez azt akarja, hogy minél kisebb, annál inkább ez az érték, minél kisebb, annál babább a történet, azaz annál gyorsabb az említés vagy a felidézés. Így ennek tükrében mondjuk a negatív jelentéstartalom az 0,119, az nem éppen, szóval még nem éppen igazán jó, magyarul abban a tekintetben, hogy azt később említették átlagosan. Aztán a millió, ami nem, persze. Már hogyha a felidézésnek a intenzitását nézünk. És éppen ezért itt minta átlag jellemzi a felidézést is, illetve az említést is, és ehhez viszonyítottunk ugye az átlag feletti gyakoriság, illetve az átlag alatti felidézési sorrend. És ugye az első csoport az azért inkább valószínűsíthető, hogy a központi maphoz, tehát a leginkább meghatározó maphoz sorolható asszociációs sokat tömöríti, mert ezek azok az asszociációk, amelyek átlag feletti gyakorisággal, illetve átlag alatti felidézési sorrenddel jellemezhető csoportokhoz tartoznak. És ez a két kritérium, ez együttesen teljes. Azaz, úgy is fogalmazhatunk, hogy a 78 fölötti, illetve a 0-20-24 alatti. Mert az egyik a gyakoriságában jelent jobb pozíciót, a másik pedig a felidézésében jelent jó pozíciót az átlaghoz képest. Most ennek tükrében a négyes csoport, a negyedik csoport az már megint csak egy homogén, de inkább ha maradunk a normatív fogalmazásnál, ugye az átlag alatti gyakoriság, tehát az átlagosnál kevésbé gyakori, és átlag feletti felidézési során, azaz az átlagosnál nagyobb, hosszabb idő, mint olyan a felidézési átlaga ennek a csoportnak. Erre, ha valaki nem akarta valamit, nem. Még egy utolsó kérdés, a negyedik csoporttal kapcsolatban. Tehát ugye, akiknek
nem tudják, nincs véleményük, elég jelentős számban románk, és ugye alacsonyan mindenféle kategóriák szerint a hátterük, az anyagi viszonyai. Itt nagyjából ugye a lelki szemeink előtt vizionáljuk ezt a csoportot. Nem gondoltatok arra, hogy maga a szó, az a demokrácia, hogy nekik, hát hogy hallottak már erről itt a szöveget, de ők azt nem tudják, hogy mivel jár. Tehát, hogyha egyébként meg lehet, hogy értékelik, hogy az jó, hogyha bele lehet szólni, de az, hogy ilyen idegen szavakkal, ilyen információ, vagy demokrácia, vagy ilyesmi, hogy ez nem okozott feltérés, valamiféle gátat, vagy még rosszabb eredmény mutatott, hogy hát nem akkor hülyeséget mondjuk. Tehát meg kell azon sem tettek. Aztán hallottam már, tehát az nincs, hogy ne hallja, de az nem messze áll tőle ez a szó. Negróban nem tudok adni, de hangszóról még van esély. Emlékszem, a hangszóros versenyre volt ilyen. Egri, vagy hívták a műsorban. Igen, teljesen jogos a kettő darab pont, illetve amit mondtál, teljesen jogos. Nem csak voltban, volt egy millióban, sokanban is gondolhatunk erre. Igen. Menekülés jelent, én menekülésként értelmeztem ezt a itt látható, de a teljes mintán ez a hiány, ez 39%, illetve voltban 45, Sopronban 34, tehát azért némi különbséget jelez. De azért, ahogy a művelt orosz mondja, in the bracket, azért mindenféleképpen erre kell gondolni, igen. Ennek a szűrése, ez egy nagyon nehéz feladat. Az nagyon is teljesen más módszert annak ilyen a mögöttes értékeket, másokat vizsgálni, de nagyon nehéz feladat, ezt a módszert kitaláló, illetve alkalmazó Ebrick nevű úrnak a tanulmánya, ahonnan én is vettem, arra reflektált egy másik moszkvici követő, vagy nevezünk úgy, hogy tanítvány, van egy klubjuk, és képesek még írni is, ez folyamatosan jelentetnek meg publikációkat, és nagyon érdekesek. Ott is felvetette az egyik reflektáló ezt a problémát. Ugyanígy, hogy vajon milyen értékeléshez, bocsánat, nem értékelés, asszociációhoz milyen típusú, vagy milyen mennyiségű, vagy milyen információ van. Na most egy kicsit ellentmondásos a dolog, mert ez nem információról szól maga a mérés. Ez asszociáció. De annak a feltételezése, hogy asszociálni valamire asszociálni, aminek ami mögött kell lenni valamilyen formát. Mondok egy rossz hírt. Középiskolások és egyetemisták körében most csinálom az elemzését. Mértük a társadalmi probléma, illetve még több kifejezésnek a szociális reprezentációra. Egyetemistákból azért többé-kevésbé feltételezhető, hogy ilyen típusú probléma nem fog előfordulni. Ráadásul társadalmi problémákról van szó, és bölcsészek körében naív módon azt, hogy mit jelent társadalmi és a probléma, hogy feltételezhető. Ha nem is ilyen léptékű, de ott is elég magas az általunk, ugye, vagy általunk hiánynak nevezett. Éppen ezért tartom jó ötletnek, és ezt majdnem Tomi találta ki, azt, hogy összevetni ezeket az eredményeket, vagy együttesen
kezelni, azzal a demokrácia jelentéstartalom vizsgálatokkal, amit a Misi-féle sorozatban használtunk, ahol előre meghatározott itemek, vagy minden nem is itemek, hanem értékelemek szerepeltek, vagy kijelentés szerepelt, annak állítmány tárgy határoló mondatban, tehát annak a befogadása, és abból csinálni, mint tudom én, egy főkomponest, és azzal már lehetett, hogy lehet dolgozni. De maga, amit felvetettél, az élő, és köszönöm szépen, Éva. Látom. Ne arra jöttem, de szerintem lassan tovább kell lépni, még ezt lehetett találkozni, most az a beszélgetés meg téma. Mert most látom, hogy... A következő szekció kezdődött. Na, akkor volna, igen. És csak annyi technikai bonyolatban van, hogy nekem majd mennem, mint így voltam. Akkor be kell látni majd a termet. Úgyhogy ő... Tessék, miért? És ha nem zavarok, mi van? Hát, én ilyen szempont tiszteletet adom. Úgyhogy azt kell köszönöm, hogy folytassuk a következő előadásnak. Fajlagosan azért a legtöbb időt ezzel a témával töltöttük, akkor egy megjegyzésem nekem is van. De hát a jelentés annyira központi kategória itt az asszociációkkal, akkor a fikciós sor az tulajdonképpen még csak egy elősor, hiszen ott a jelentés hiánya manifesztálódik azzal, hogy azt mondja, hogy nincs. És lehet antiliberális jelentés mögötte, hogy miért nincs, mert hogy nem is kell, mert hogy egyébként jobban mondjuk az autokrácia, de lehet közjogi.